Sziasztok, én Kevin vagyok, és ez egy kérdez-felelek videó lesz. Ugye kértem, hogy írjatok kérdéseket, és ma megválaszolom ezeket, kezdjünk is bele. Az első kérdés, amióta lett feleséged, gratula, köszi szépen, azóta mennyit beszélsz Bobbal és Nivekkel? Nos, ugye mivel Bob az öcsém, így azért vele többet beszélek, szoktunk skype-olni és TF2-zni közösen, úgyhogy néha-néha, tehát olyan heti egyszer-kétszer talán tudunk beszélni, de néha csak egyszer, néha ritkábban, változó. Nivekkel meg még ritkábban sajnos. Lesz számítógép rap? Igen, lesz, bár mi kicsit angolosabban computer rapnek fogjuk hívni. Az előző videóban volt már róla egy kis bejátszás is, úgyhogy hamarosan érkezik majd. Metal Rocky kérdezi, hogy lesz reakció régi képekre, Kevin? A kedvedért reagálok egy gyerekkori képre. Nézzük is meg. Ó, hát ez egy csodálatos, gyönyörű kép. Látszik, hogy 24, maximum 26-os méretről van szó, tehát ez valóban még gyerekkori kép. Suicide Squad Man kérdezi, hogy hogy kérsz meg egy embert, hogy legyen élesvágó eszköz? Hát úgy kérem meg, hogy lennél Vágó István. Következő kérdés, milyen kamerát használtok a videóitokhoz, és mikor lesz új zenétek? Új zenénk ugye az gyakorlatilag a napokban lesz, mivel éppen most töltöm fel a Business Elec című rappünket. Ezt valószínűleg ti már láttátok már, amikor ezt a videót nézitek. És ugye érkezik majd a computer rap, valamint egy tej rap, és gyakorlatilag már egy ideje dolgozunk egy CAF zenei albumon. Úgyhogy jövőre remélhetőleg azok a számok is elkészülnek, és ki lesz adva az album CD-n is. Kamerát pedig igazából egy Canon EOS 600D-t használunk, valamint van egy GoPro Hero-nk, de legtöbbször ugye ezt a Canon-t használjuk kamerázásra. Majd meg is mutatom tükörbe, hogy lássátok, hogy hogy néz ki. Nos, hát így néz ki a Canon EOS 600D. Gyakorlatilag ugye kifordítható a kijelzője, ugye ez praktikus például vlogoláshoz, stb. Jó kis készülék, én nagyon szeretem. És hát igazából ugye így néz ki. Bakonyi Joci kérdezi, hogy szeretitek a focit? Ha igen, ki a kedvenc focistátok és a klubcsapatotok? Ha nem szeretitek, akkor is mire esne a választás? Én szeretem a focit, eléggé. A kedvenc focistám az igazából Magyarországon Gera Zoltán. Külföldi kedvencem úgy igazán nincsen. Viszont csapatból a Bayern München a kedvencem. Ugye ez egy német csapat. Valamint magyar csapatok közül igazából a Fradit szeretem a legjobban. Lesz room tour videó? Gyakorlatilag egy kis garzonlakásban lakunk, úgyhogy ahol egybe van a konyha a nappalival, és nincsen így külön szoba, szóval igazából így elég necces egy room tour videót csinálni szoba nélkül. Nyilván van egy hely, ahol ugye itt mögöttem, gyakorlatilag itt van a gép, és itt dolgozok a videókon, de úgy gondolom, hogy max csak a technikai hátterét fogom bemutatni így a dolognak, hogy én miket használok, milyen programokat, milyen kamerát, stb. Beállításokat. Tehát erről fogok egy videót csinálni, de nem room tour jellegű lesz ez a videó. Aztán másik kérdésed, hogy miért nem kéritek meg Csécsenelt, hogy az ő videójában megemlítsen titeket? Több feliratkozótok lenne. Hát valószínűleg tényleg több feliratkozónk lenne, hogyha bemondana minket egy videóba, vagy bereklámozna, de mi úgy gondoljuk, hogy magunk akarjuk elérni a sikereinket. Sosem kértünk meg más videósokat, hogy mondják be a nevünket, vagy így meg úgy reklámozzanak minket, mert nem akarjuk úgymond sehova se benyalni magunkat, csak azért jobban lenni valakivel, hogy reklámozzon minket, hanem tényleg, ha lassan is, de magunk akarjuk felépíteni a saját csatornánkat, és elérni a sikereket. Persze örülünk, hogyha valaki esetleg megemlít a videójába, de abszolút nem vagyunk olyanok, hogy erre kérjük, például Csécsenelt is, hogy ezt megtegye. Bár én most bemondtam őt a videómba, de hát neki ugye sokkal több a nézője. Szóval neki ez nem reklám. Jani FC kérdezte, hogy a kérdésem az lenne, hogy hányszor gondoltad már azt, hogy nem akarom csinálni a videózást. Köszönöm a választ előre. Az utóbbi időben egyre többször éreztem azt, hogy vagy abba kéne hagyni a videózást, vagy pedig szüneteltetni kéne. Ennek több oka is van. Egyrészt a YouTube rendszere megváltozott,
Tehát, hogyha feltöltök egy videót, akkor az a feliratkozóknak csak egy bizonyos részéhez jut el, és ez nagyon idegesíti az embert, nagyon zavarja. Tehát felrakok egy videót, és a 28 feliratkozóból körülbelül 8000-en nézitek meg. És ez a YouTube hibája, mert változtattak a rendszerükön. Ez azért elszomorítja az embert, kedvét veszi, hogy csináltam egy videót, nagyon sok munkát beleöltem, de mégiscsak ilyen kevés emberhez jut el a YouTube hibája miatt. Ez az egyik dolog, ami így elszomorított sokszor. A másik az, hogy látok olyan új videósokat, akik pár hónap alatt igazából többet elérnek, mint mi néhány év alatt, de egy ismerős, egy nagy videós segítségével. Tehát csúnyán mondva úgymond benyalják magukat egy nagy videóshoz, aki reklámozza őket, és így pár hónap alatt akár 100 000 feliratkozót is elérnek, vagy 30 000-et, 40 000-et, és ez is úgy kedvét veszi az embernek, hogy látja, hogy mások ezt csinálják, tehát munkanélkül úgymond elérik ugyanazt a szintet, amiért más évekig küzdött. Ez is néha elszomorít, de igazából próbálok ezekre nem figyelni, ezeket kizárni és mindent beleadni. Ami még zavaró, egy harmadik tényező, az a elhíresült, tehát a mostanában népszerű kamuprenkek, amik igazából arról szólnak, hogy ugye átverik a nézőket. Több ilyen magyar videós is van most már, aki ezt csinálja, hogy direkt átveri a nézőit, becsapja őket, és ezzel egy csomó lájkot szerez, csomó nézettséget szerez, és ez is úgymond nem csak a saját nézőit csapja be, hanem azoknak is úgymond károt okoz, akik valóban időt és munkát szállnak a videóba. Mert az ő videóikat nézik, sajnos, és ez nem túl szép dolog. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy lesz-e komment rap, mikor lesz újra kommentekből álló zene, stb. Igazából az előző válaszhoz kapcsolódóan ugyanazt tudom elmondani, hogy igazából azért nem akartam annyira, vagy akarok annyira belefogni egy újabb komment rapbe, pont az olyan videósok miatt, akik úgymond tényleg csalva érik el a nagy feliratkozó számokat, és becsapják a nézőiket, tehát az ilyen kamuprenkek miatt is. Mert azt látom, hogy én 3 vagy 4 hónapot is dolgozok egy kommentreppen vagy kommentdalon, és kb. Elérdem én egy 10 000 lájkot. És akkor azt látom, hogy egy kamuprenken pedig ott van 30-40 000 lájk, vagy még több is. Vagy valaki csak egy vlogot csinál, és azon is ugyanannyi ott van. Sokkal kevesebb munkával. És ez igazából az, ami nekem elvette a kedvemet attól, hogy belefogjak. Másrészt meg ugye kevesebb a szabadidőm, így egyelőre nem merem bevállalni, mert dolgozok, és akkor csak hétvégén tudom csinálni, de azért én szeretnék még csinálni kommentreppet. Szóval lehetséges, hogy lesz, de ha lesz, akkor egyelőre még nem. Következő kérdés, Caf, miért nincs áfonya benne a videódba? Áfonya nem nagyon szeretne már úgy szerepelni a videókba, vagy csak ritkán. Például a kompjúterre be ő énekli a refrént, viszont nem nagyon akart úgymond így szerepelni, tehát hogy videóban is így látszoljon, ahogyan énekel, hanem lehet, hogy egy kisebb szerepe lesz csak a videóban, például egy anyukát eljátszik, vagy ilyesmi, de az a lényeg, hogy már annyira nem szeretne szerepelni, de én próbálom rávenni, higgyétek el. Úgyhogy remélhetőleg még lesz szerepe. Következő kérdést Armin Barna írta. Szia Kevin, kiderült már, hogy mikor készül, vagy jön ki a leszámolás folytatása? Előre is köszi. Nos, mivel ugye elköltöztem otthonról, és így elhoztam ugye a kamerát, így Bobnak nem igazán maradt technikai háttere a videózáshoz, csak ugye egy GoPro van ott nálad, de azzal ugye nem látja, hogy mit vesz fel, így nem nagyon tud belefogni egy ilyen hosszú rész forgatásába egyedül. Viszont én meg ugye nem nagyon járok arra fele már, mivel dolgozok, max karácsonykor például megyünk majd arra fele, de akkor meg nyilván a családdal vagyunk, és nem pedig ilyen hosszú részt forgatunk, mert azért az hosszabb idő. Tehát úgy gondolom és úgy látom, hogy egyelőre ez a leszámolás, ez így elbukott, nem lesz folytatása, pedig a forgatókönyv a második résznek meg volt nagyjából, de időhiány miatt, mert Bob is tanul, valamint ugye a technikai dolgok miatt így valószínűleg elmarad a folytatás, vagy csúszik esetleg nagyon sokat, meglátjuk. Like Hunter kérdezi, hogy szia Kevin, nekem az lenne a kérdésem, hogy miért változott meg a CAF logó? Igazából időről időre meg szoktuk változtatni a CAF logót, más videós is csinálja ezt, hogy a logóját frissíti időnként,
és úgy gondoltuk, hogy ideje váltani, ideje újítani egy kicsit, szóval megváltoztattuk ismét. Ugye ez már gyakorlatilag a negyedik logónk, így pályafutásunk során, ugye volt egy nagyon kezdetleges, egy ilyen XD jellegű logónk, aztán ugye amit Csécsen elcsinált nekünk, valamint utána egy saját tervezésű volt, és most pedig ugye szintén ez is egy saját tervezésű logó, hát remélem, hogy tetszik azért ez a caffos felirat háromszöggel a közepén. Hát ennyi lett volna ez a kérdezfelelek videó, ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve hogyha van még valamilyen kérdésetek, akkor azt tegyétek fel nyugodtan a komment szekcióba, és majd lehet, hogy lesz folytatása ennek a kérdezfelelek videónak, vagy pedig válaszol a kommentben, meglátjuk. A lényeg, hogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!